Az eseményen a közös infrastrukturális projektek mellett az egyik legfontosabb téma a határokon felmerülő problémák voltak. Ki kell dolgoznunk, hogy hogyan tudjuk az áru- és utasforgalmat felgyorsítani, mondta Zorana Mihajlović. Szerbia közlekedési minisztere szerint a régió érdekeit össze kell hangolni oly módon, hogy az nagyobb mobilitást, több befektetést és jobb életet eredményezhessen. Očekujem da ćemo imati konstruktivne i dobre razgovore danas, da ćemo pričati ne samo o sadašnjim infrastrukturnim projektima koji nam znače budućnost i koji nam znače razvoj, ali očekujem da ćemo razgovarati i o budućim infrastrukturnim projektima i da ćemo složno i zajedno na kraju ovog samita imati i određene zaključke. A közép-kelet-európai országokkal való kapcsolat kulcsfontosságú tényező a gazdasági fejlődéshez, nyilatkozta a szerb államfő. Alekszandar Vučić kitért például a Szerbia és Bosznia-Hercegovina között lévő több mint 100 kilométeres határszakaszra, amerre egyetlen autópálya sem vezet. To su stvari koje mi danas moramo da ispravljamo, jer suština jeste u povezivanju. Suština jeste u tome da razmenjujemo robe, kapital, ljude, usluge na najbrži mogući način i u što niže operativne troškove. Zato i ulažemo mnogo novca u razvoj naše infrastrukture, naših puteva. Az egy övezet egy út kezdeményezést Xi Jinping Kína elnöke 5 évvel ezelőtt indította útnak. Ennek célja, hogy egy erőteljes gazdasági együttműködést tegyen lehetővé Kína és az egész világ között, részletezte Li Xiaopeng, Kína közlekedési minisztere a találkozón.